Az egyik szomszéd beszólt a házunk előtt az árokban, egy anyacica két kis cicával van. Megetettem, megitattam az anyát, és mellé ültem, fölvételeztem, és lassan gondoltam, majd megbarátkozok vele, és behozom őket, ha majd megengedi, hogy megfogjam a kis cicákat. Mondogattam neki, má, szeretlek, máé, szeretlek én is. És egyik pillanatban úgy éreztem, hogy szükséget érez, hogy megsimogassam, megkívánta, hogy megsimogassam. És ez már az ő elfogadásának az első jele volt. Iu. Iu, meő, azt jelenti anya, etessen. És meglepődtem, hogy amikor mondtam neki, hogy iu, meő, akkor ő ezt véghez is vitte, szóval lefeküdt és etette a kicsiket. Tetszett ez a készsége, hogy véghez vigye, amit mondott neki. Szóra hallgató. Habár nem beszélt, egyáltalán egy szót nem mondott az anya. Szóval meg akartam neki mutatni, hogy én szeretem az ő kis cicáit is, és hogy ne féltse őket tőlem. A moci cicám settenkedett felénk, ő most észrevette. Próbáltam lenyugtatni, de ő a mócit veszélyesnek érezte. Veszélynek érezte. Emo, mit akarsz ma? Ma? Ma. Szeressed? Ma.
Móci túl közel jött. Na. Nagyon határozottan elüldözte. Ne. 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 Most már egészen a bizalmába fogadott, és ezután megengedte, hogy felvegyem a kicsiket, és őt is, és bevittem őket a házba. Jó, mert. A műhelyemben egy dobozban készítettem nekik helyet. Nagyon hűséges anyuka. Már volt ilyen cicám, amelyik nem beszélt, amikor befogadtam, és egy másfél évre volt szükség, mire megnyílt és elkezdett beszélni. Függetlenül, hogy biztonságban van, minden neszre reagál, és még nem fogadta el, nem érezte meg a helyzetet, hogy valójában teljesen biztonságban van. Kis cicák három szót használtak, iu, anya, meő, enni, és ea, szia.